Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ha ma velem tartanak az Ascendensben, megtudhatják önök is, milyen volt az idei Paleo kerti parti. Megtudjuk azt is, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, illetve hogy milyenek is a mérlegjegyű emberek. Dr. Pál István kalózol minket a népszokások, babonák, hiedelmek világában, azon kívül megtudjuk, hogy az allergiát milyen természetes módon tudjuk kezelni, megismerkedünk egy újfajta sóterápiával, és Mazák Katalin szépségápolási tanácsai sem maradhatnak el. Tartsanak velem! Műsorainkban már többször találkozhattak a paleo táplálkozással. Természetesen nem lehet semmiféle módszer úgy, hogy ne legyenek összejöveteleik. Minden évben megrendezésre kerül a paleo kerti parti paleo nagyi kertjében. Mi is ellátogattunk ide. A paleo parti közepére csöppentünk. Hogy rendeztek ilyen partit? Miért kell ezt megrendezni? Azért döntöttünk így, hogy nyáron nem bent a teremben, mert egész évben minden hónapban ugye találkozunk bent a Paleo klubba, hogy egy kötetlenebb, szabad tűzön főzött, kötetlenebb rendezvény, mindnyájan eljönnek a klubtagok, akik tudnak, akik többen jelezték, hogy pont el fognak utazni, nyaralni, de akik tudnak, eljönnek, már hagyományá vált, és úgy gondoljuk, hogy ez mégis a nyár kellős közepén egy bográcsolás, beszélgetések, ugyanúgy hoznak kóstolókat a klubtagok, ki mivel járul hozzá. Még az összejövetelhez beszélgetünk, recepteket cserélünk. Mi készül most a bográcsban? A bográcsban gulyáslevest főzünk, tehát ez majdnem, tehát mondhatnánk, hogy a hagyományos gulyásleveshez hasonló, egyedül tehát nincsen benne krumpli, tehát minden zöldségfélék vannak benne, hús van benne, és gesztenyenokedlit szoktunk még beletenni. Tehát ugyanúgy készül minden, mint a hagyományos gulyásleves, csak krumplit nem teszünk bele. Látom, hogy a kertetben is megtalálhatóak olyan növények, amik a paleo főzéshez, táplálkozáshoz felhasználható. Legérdekesebb ez a kis édesítőcske. Ezt bárki tudja otthon termelni, vagy egyébként igényelt valami különleges gondoskodást? Semmi különös dolog nincs. Nagyon szereti a vizet, ezért, mint láttátok is, hogy csinálok a tövéhez egy nagy gödröt, és akkor, mikor lenyírom a füvet, meggyűjtöm, ott, hogy egy nagy tányérja legyen, és a fűvel letakarom, és mindig teszek földet, feljebb-feljebb, ahogy nő a gyökere, úgy nő a tányér körülötte. Szereti a vizet, legalább két naponta így is meg kell locsolni, tehát feltétlenül. A szedését az édes, tehát a steviának, azt úgy érdemes csinálni, akkor a legmagasabb az édesítő hatása, mikor már bimbós állapotban van. De most is le lehet venni, tehát szoktam belőle szedni, mikor reggel teját forrázok, akkor leveszek egy pár levelet a nagyobbakból, és megmosom, és beleteszem a tejámba, leforrázom, és már így is édes. Csak akkor érdemes szüretelni, tehát télére szárítani, amikor bimbóba szökik már, akkor magasabb az édesítő hatása. Honnan jöttetek? Tiszavasváriból. És egy érdekes új ételt hoztatok, vagy legalábbis még Zsuzsa is azt mondta, hogy neki ez új. Mi ez? Nagyon egyszerűen elkészíthető, rakott káposzta. Nagyon kényelmes, mert benne össze kell dobni az ételt, és kivinni, és egy órát főzögetni, de meg se kell kavarni, csak rotyogtatni. Igazából csak káposzta és darált hús egy kis füstölt kolbásszal megspékelve, vízzel felöntve, fűszerezve, és ennyi az egész. És azért paleós, mert semmi olyan anyag nincs benne, amit mi nem ehetünk. Mióta paleózol? Én tavaly kezdtem, igazából csak bele kóstolgattam, és tetszett a dolog, de megint komoly problémám lett az egészségemmel, és egy orvos javaslatára
teljesen és csak paleós táplálkozást folytatunk a férjemmel együtt. A férjed magától, vagy pedig a te kedvedért támogat? Azt mondtam, hogy úgyis azt kell lenni, amit főzök, innentől aztán, de mivel nála is bizonyított ez a táplálkozási mód, így teljesen egyértelmű, és most már ő is elfogadta. És nem eszünk mi rossz ételeket, íztelen ételeket, szerintem teljesen ehető és finom. 2 éve lesz, hogy elkezdtem a paleót, ezt az életmódot folytatni. Egészségügyi okok miatt kezdtem el, és használt, az állapotom javult, meg nem gyógyultam, használt, és ugyanakkor fogytam 10 kilót. Nem tartom szigorúan, mert sajnos a sütemének nem tudok ellenállni, bár sütöm a paleós süteményeket, de a családnak, ha sütök, azt mindig megkóstolom. Igen, fel is vetetted, hogy nehezebb, ugye, hogyha az embernek családja van, hogy zajlik. Először főzök a családnak, és ha marad idő, akkor saját magamnak készítek süteményt, vagy főzelékeket, vagy a húshoz csak ugye zöldséget eszem, nem használom a köretet, se burgonyát, se rizset, semmilyen, tehát a tejtermékek, a gabonafélék és a cukor az elmarad az étkezésből, és gyümölcsöt kellene keveset enni, de én nagyon szeretem a gyümölcsöt, annak nem tudok megellenállni, abban is sok a cukor. Hogyan találkoztál először a paleó táplálkozással? Én cukorbeteg voltam már 14 éve, és 3,5 évvel ezelőtt hasnyálmirigy gyulladásom lett, ami arra ösztökelt, hogy valamit ki kell találjak, mert a kórházba felborult minden működésem a vérnyomástól a cukorig, és inzulinra állítottak rá. És napi 4-szer kellett magam szurkálni 1,5 éven keresztül, és kerestem a lehetőséget, mert rettentően utáltam magam szúrni. Van egy tűfóbiám, úgyhogy én már a tű látványától is rosszul vagyok. És úgy döntöttem, hogy én nem akarom ezt életem végéig csinálni. És találtam egy olyan könyvet, ami a paleolit életmódváltásról szólt, és elkezdtem olvasni a könyvét, végigolvastam, és a szerencse, pont jött Nyíregyházára ez az orvos, egy előadást tartani az egészségügyi főiskolára. Ez az orvos orvosokhoz nem méltóan megkérdezte, miért akarok én ezért fizetni. Ha olvastam a könyvét, tegyem azt. És mondtam neki, hogy teljesen az ellentétje annak, amit a kórházból kijövete, akkor a főorvos úr mondott életmódba, értrendbe, mindenbe. Úgyhogy szeretném ezt orvosi felügyelettel, és hogy átnézni a zárójelentésemet, és megegyeztünk, és most július 20-án lesz 3 éve, elmentem hozzá Pestre a magárendelésére, és körülbelül 1,5 órán keresztül, ami létezett kérdés, felmerült bennem, én azt mind összeírtam, és mindent átbeszéltünk. És úgy jöttem ki a rendelőből 1,5 óra után, hogy akkor ma este már nem tetszik beadni az inzulint, és úgy tetszik étkezni, élni, ahogy megbeszéltük. És én azóta sem inzulinozom magam, a cukrom még nem tökéletes, de alacsonyabb, mint az inzulinnal volt. Mellékhatásként fogytam 18 kilót, egy bő 1,5 év alatt, és köszönöm szépen, teljesen gyógyszermentesen vagyok. Magas vérnyomásos beteg is voltam, semmiféle gyógyszert nem szedek, csak vitaminokat és ásványanyagokat, és természetesen a paleolit életmódban mozgás bevitele az életembe, ez is belekerült. Akik kíváncsiak, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, azok most nagyon figyeljenek, de ne felejtsük el soha, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Azon kívül most bepillantást nyerünk a mérlegek tulajdonságaiba is, lehull a lepel. Kós. Legyen elővigyázatos, sok rossz akarója minden mozdulatát figyeli, csak arra várnak, hogy végre hibázzon. Bika. Minden nap legyen eszében, hogy a sors ezekben a hetekben különösen kegyes önhöz. Olyan lehetőségeket küld, amikkel, ha merne élni, még ön is meglepődne az eredményen. Ikrek. Új helyzetekhez kell alkalmazkodnia, és sokkal több toleranciára van szüksége, mint egyébként. Legyen kedvesebb a környezetéhez. Rák. Minden most kezdődik, vagyis ami fontos cél az ön számára, azt most kellene elkezdenie. A siker ez esetben garantált. Oroszlán. Még mindig azon kapja magát, hogy a múltbeli sérelmeken kesereg, ami elmúlt, azon már nincs mit változtatni. Nézzen előre, mert a jelen és a jövő még alakítható. Szűz. Vigyen több humort a mindennapjaiba, sokkal könnyebb elviselni a nehezebb időszakokat is. Ha az élet citromot ad, csináljon belőle limonádét. Mérleg. Boldog születésnapot! Ez az az időszak, amikor minden sokkal könnyebb. Éppen ezért a nehezebben megoldandó feladatoknak most kezdjen hozzá.
Skorpió. Még mindig ügyesen navigálja a dolgait, csak az érzelmekkel vigyázzon. Esetleg valaki fontosabbá válhat, mint ahogyan azt ön tervezte. Nyilas. Nagy fordulatok jönnek, vannak tervek, amikről be kell látnia, hogy nem fognak megvalósulni, nem ön miatt. De új távlatok is nyílnak, minden lehetséges. Bak. Adjon most kicsit lejjebb az elveiből, az alkalmazkodással most sokkal többre megy, mintha nem enged a 21-ből. Vízöntő. Higgye el, nem vezet sehová ez a dacosság, a családi és a saját békéje érdekében jobban tenné, ha kompromisszumkészebb lenne. Halak. Annyi minden után itt az ideje egy kicsit megpihenni, feltöltődni. Legyen készen rá, hogy a munkában adódó lehetőségeket nyitottan és tetre készen bevállalja. A mérleg megint egy művészi jegy, vénuszi jegy, neki a társa fontos, a másik ember. A kitűnő diplomata. Ha én nekem valamit el kellene intéznem, vagy intéztetnem még inkább, biztos egy mérleget bíznák meg. Tudom, hogy ő nem csinálja meg, de megtalálja azt az embert, aki helyette, illetve helyettünk a legjobban, a legcélra törőbben megoldja és megcsinálja. Kiváló diplomata, mindenkivel el tudja fogadtatni a saját nézeteit, és fontos neki az, hogy észrevegyék őt és amit csinál. Nem érdemben felül, rossz mérleg igen, de az átlag és a jó mérleg csak annyit, amennyit megérdemlek, feltétlenül figyeljenek rám, méltányoljon. Dr. Pál István vezet be minket az ez időszakra szóló népszokások, babonák és hiedelmek világába. Mit kell tudni az elkövetkezendő időszak népszokásairól, hagyományairól? Azt hiszem, nagyon sokan tudják, hogy szeptembert Szent Mihály havának is nevezik a régi naptárok, és ez nem véletlen, hiszen a legfontosabb gazdasági nap szeptember végén következik be az esztendőben. Ez a Szent Mihály napja. Ez egyébként az őszi gazdasági évnegyednek a kezdőnapja is, a pásztoroknak az ünnepe, amikor behajtják a legelőről a jószágokat, ez az elszámolásnak is a napja, és a cselédek fogadásának, illetve elbocsátásának is a napja. Tehát tulajdonképpen, ha valakit megfogadnak cselédnek, a Szent Mihálytól Szent Mihályig történik. Egyébként április 24-e Szent György nap is hasonlóan évkezdő, gazdasági évkezdő nap, de ez az év zárása április 24-től szeptember 29-éig tartó gazdasági év. Amikor ez a Szent Mihály napja bekövetkezik, akkor nagy ünnepségeket szoktak tartani, hiszen a betakarítás, amiért az emberek egész évben dolgoztak, ekkor már javában folyik. Például elkezdődött a szőlőnek a szüretelése, és attól függ, hogy Magyarország mely területein vagyunk éppen. Van, ahol hamarabb kezd érni, van, ahol később. Például Tokaj hegy alján október elején szokták szüretelni a szőlőket, tehát ott később következnek be ezek az események. Természetesen, ha a születet befejezik, akkor ott születiválokat is szoktak rendezni, szoktak szervezni, ami nagy evéssel, ivással és mulatozással jár. Különösen, ha nagy gazdánál történik a születelés, akkor ő nem tesz lakatot a zsebére és meghívja a születelőket egy jó mulatságra. És természetes, hogy ez az örömnek és az ünnepe, hiszen a bolondozásoknak is, mert a valószínűleg sokan voltak már ilyen születibálban, vagy láttak filmeken hasonló eseményeket. A felaggatott szőlőket, ha elkezdik lopni a legények, akkor, vagy elkezdték lopni a legények, akkor különböző válságdíjat kellett érte fizetni azért, hogy ezt a többiek is nagy örömmel kísérik. Borszűrő Szent Mihálynak is nevezik egyébként ezt az ünnepet, mert ekkorra már több helyen elkezd forrni a bor, és természetesen, ha elkezd forrni a bor, akkor azt meg is kóstolják. Szent Mihálykor kezdődnek el a lakodalmak, ha már elkezdett a bor is megjelenni, az új bor is megjelenni az embereknek az életében, és ekkor, még ha csak képletesen is, elkezdték kihajtani, makkoltatni a disznókat a makkos, tehát tölgyerdőkbe, ahol egész télen a disznókondák kint teleltek, és hatalmasra meghíztak, különösen akkor, ha
ebben az időben jó magtermés ígérkezett. Egyébként Szent Mihálykor szoktak utalni arra, vagy szokták az időjóslást is bevetni ahhoz, hogy megtudakolják, hogy milyen időjárás lesz, milyen termések következhetnek be. Például, ha sokáig fennmarad a falevél a fákon, akkor kemény tél lesz, hogyha jó a magtermés, illetve a kemény héjú maggal rendelkező gyümölcsökből nagyon jó termés van, akkor szintén arra gondolnak, vagy úgy tapasztalták, hogy akkor nagyon kemény hideg telek várnak az emberekre. Ismét egy allergiás időszak következik, ezért kerestük meg dr. Bak Juditot, hogy segítsen nekünk tanácsaival, hogyan tudjuk elviselhetőbbé tenni ezt az időszakot. Most ismét egy allergia szezon közepén vagyunk. Mit lehet tenni, akik allergiásak? Tulajdonképpen a legfontosabb az lenne, hogy az allergéneket ki tudjuk iktatni, de hát ez a legnehezebb, hiszen a parlagfüvet nem tudjuk mindenhonnan kiirtani. Vannak nagyon jó légszűrő berendezések, ami legalább az otthonunkban biztosítják azt, hogy allergimentes legyen a terület. Nagyon sok gyógyszer van, nagyon sokféle gyógyszer van, amit fel tudunk írni. Már az új generációs készítmények nem igazán okoznak szívpanaszokat, ritmuszavart, és ami a leggyakrabban szokott lenni panasz, az az, hogy álmosságot okoz. Ezek az új készítmények már nagyon jók, és hát nagyon jól használható, hosszú távon is használható nazászteroid készítmények vannak, tehát orsprék, amiket tényleg jó szívvel tudunk ajánlani a betegeinknek. Azért ennek ellenére vannak, akik idegenkednek a hosszú távú kemikáliák használatától, hiszen tetszik, nem tetszik, ezek műanyagok. Ha valaki próbálna valamilyen természetes módot találni az allergia csökkentésére, a tünetek legalább kezelésére, akkor mi az, amit lehet ajánlani? Amint említette a doktornő, a szűrőberendezések, ezeknél mire kell figyelni? Nyilván jó minőségű készítményeket érdemes megvenni, amik garanciával bírnak, és elég nagy hatásfokkal működnek, ez az egyik. A másik, hogy vannak természetes gyógymódok, vagy legalábbis a tüneteknek egy részét lehet csökkenteni ezekkel a dolgokkal. Például az orrnak az átöblítése nagyon jó szokott lenni, mert egyszerűen lemossuk az orrnyálka hátjáról az antigént, tehát gyakorlatilag eltüntetjük a gondot. Ezt hogyan kell csinálni? Vannak többféle orrátöblítő, orrátmosók vannak. Ezt a patikában, gyógyászati segédeszközboltokban megkaphatók. Vízzel tilos, tehát vízzel soha nem szabad átöblíteni. Mindig sóoldattal, tehát az ahhoz vehető sóoldattal, vagy sima izotóniás sóoldattal, tehát infúzióval lehet használni ezeket a készülékeket. És nagyon jó, tehát általában gyógyszer mellé használjuk, de hogyha idegenkedik valaki a gyógyszertől, mert nem olyan erősek a tünetei, önmagában ez is nagyon jó tud lenni, hogy átöblíti az orrát. Hallottunk már sópipáról, sóbarlangról, egyéb ilyen sóterápiákról. Van, akik szokták javasolni ugyanúgy, mint a megfázásra, hogy meleg só fölött aludjunk, vagy gőzöljünk, vagy például ezek az egyéb ilyen kamillás gőzölés. Ezek jók-e, vagy melyikkel mi a helyzet? A só önmagában azért nagyon jó, mert magába szívja a nedvességet. Hogyha csak sós vízzel inhalálunk, már az is nagyon jó tesz a légutaknak, különösen az alsó légutaknak, de azért ez kevésbé hatékony. Vannak sópipák, vannak sóoldatos orsprék, vannak töménysós orsprék, amik kifejezetten a duzzadt orrnyálkahártyát lohasztják le, és ezek azért adjuváns terápiának, tehát kiegészítő terápiának nagyon kiválóak. Vannak sóbarlangok, most például van egy új eljárás, egy olyan hely, ahol nagyon pici szemcsékre oszlatják a sót, és az tényleg bejut a légutakba, bejut az orrmelléküregekbe, magához rántja ugye a váladékot, és hát iszonyatos mennyiségű váladékot tud az ember kifújni az orrából, meg kiköpködni, felköhögni a sónak a segítségével. Úgyhogy ezt például szívből tudom ajánlani mindenkinek, hogyha allergiás, tulajdonképpen az allergiás tünetek beindulása előtt érdemes ezt végig csinálni, mert a tüneteket nagyon nagy mértékben csökkenti azzal, hogy tulajdonképpen kitisztítja a légútjait. Ahogyan a doktornő is említette, létezik egy újféle sóterápia. Hogy mi is ez, és hogyan működik, ezt mutatja be nekünk nyíregyházi képviselője. Mi ez az újfajta sóterápia? Magyarország legismertebb gyógyászati
technikailag elfogadottabb gyógyászati sóterápiájáról van szó, a száraz sóterápiát kiemelném mindenképp, mivel ő sóballangokhoz, sószobákhoz képest, ugye ez a száraz jellege miatt tudja elérni azt a hatékonyságot. Száraz porsót 2 mikron méretre porlasztunk, és ezt szívják be a betegek aerozol formájában, és ez a 2 mikron méret kell hoz, hogy a hatását kifejtse a szervezeten belül. Azt mondod, hogy aerozol formájában. Ez azt jelenti, hogy kap valami plusz anyagot, vagy eleve csak a porlasztó levegője? Ez kimondottan ugye egy gép segítségével a 100%-ban tisztaságú sót porlasztjuk erre a 2 mikronra, és kutatások ugye ezt alátámasztották, hogy ez a méret kell hoz, hogy ugye a szervezeten belül ezt a patológiai nyákot feloldja, és a tüdőn belül minden hörgőt elérjen. És ez hogyan működik? Tehát a paciensek üldögélnek, mozognak, beszélgetnek, vagy mit kell csinálniuk? Gyermekek játszószobában kezelődnek, nekik 45 perc, felnőtteknek pihenőszoba van kialakítva 1 órás kezeléssel. Mindenképp külön kellett őket választanunk az idő miatt. De akkor ők ott ülhetnek, olvasgathatnak a felnőttek, persze, vagy persze, van valami persze. Gyakorlat, amit csinálniuk nem kell? Nem, abszolút itt relaxálniuk kell. És csak lélegezniük kell igazából. 2 az 1-ben ki is kapcsolódik, meg gyógyul is. És hogyan hat ez a 2 mikronnyi sórészecske? Tehát bekerül a szervezetbe, belélegezzük, és mi történik? Minden üreget, mellég üreget, hörgőt, valamint ugye a véráramba bekerülve tudja kifejteni a hatását, és amint említettem, ugye feloldja a nyákot, a letapadt nyákot, ami a gyulladásért felelős a szervezeten belül. És ez a lényeg, hogy ez kiürüljön a szervezetből. Lehet-e sómérgezést kapni, vagy túlzásba vinni? Hogyha... Nem, igazából ugye itt voltak ezzel már problémák, ugye sok embernek ugye ez, hogy a só nagy tételben az káros lehet, de igazából arról van szó, hogy ugye mind a sóbányában, akik dolgoztak, ott ugye rájöttek, hogy miért nem betegek, akik ott dolgoznak lent pont amiatt, mert ebben a közegben dolgoznak. És igazából ez a tisztaságos só, ez semmilyen kártékony hatással nincsen. Az allergiás megbetegedésben szenvedők hogyan tudják ennek a jótékony hatását kihasználni? Igazából egy gyulladt állapot van a szervezeten belül az allergiás időszak alatt, és itt is ugye a nyálkoldás, a nyálk kikerülése a szervezetből a legfontosabb, és abszolút ugye tünetmentesen és gyógyszermentesen lehet ezáltal ezt az időszakot a betegeknek végigvinni. Ez azt jelenti, hogy már célszerű, mielőtt az allergiás tünetek megjelennek, vagy felerősödnek jönni, vagy nem baj, ha megvárjuk, akkor is jó. Fontos, hogy előtte már a kúrát, a terápiát kivegyék, és ugye már így indulnak neki az időszaknak. Természetesen ugye, amikor már benne vannak, akkor is nagyon jótékony hatással van a terápia, de mindenképp előtte időben ki kell venni a kúrát ahhoz. Ez a kúra, tehát ahogy említetted, 45 perc gyerekeknek, felnőtteknek 1 óra. Említettél még egy nagyon fontos dolgot, amikor beszélgettünk, hogy ne teljen el a 2 kezelés között, vagy 2 alkalom között 48 óránál több. Ez miért fontos? Kutatások ugye folynak a terápiával kapcsolatban, és ugye itt a szakorvosi gárda alakította ezt ki a eredményekre támaszkodva, hogy 48 órán belül meg kell ismételni a terápiát ahhoz, hogy hatékony legyen a szervezeten belül, kialakuljon a védekezés. Hány alkalommal célszerű jönni, vagy ezt majd érzi az ember, hogy rendben van? Nagyon fontos, hogy azért is más a mi terápiánk, mivel szakorvosi háttér van. Tehát megelőzendően a terápiát, valamint alatta és a végén szakorvos fogja vizsgálni a betegeinket. Ugye spirométeres felmérés lesz, tüdőkapacitás mérése, és annak alapján fogjuk látni az eredményeket. És igazából nagyon fontos ez a 48 órán belüli megismétlés, amit említettem is, ugye, hogy egy kutatás ezt így alakította ki, hogy ez kell ahhoz, hogy a védettséget megkapja a szervezet, és a hatását kifejtse a szervezeten belül. A terápia mindenképp ezt tényleg be kell tartani. 5 órán belül nem lehet megismételni, 5 óra után naponta 2-szer is akár ezt meg lehet ismételni a terápiát. És ez jelentheti-e azt, hogy valaki elvégez egy ilyen kúrát, vagy megcsinál egy ilyen kúrát, és akkor örök élet 2 nap elmúlik az allergiája? Nem. Az előfordul az, hogy tünetmentes, véglegesen tünetmentessé lehet tenni, de igazából mi csak kezeljük a betegséget, meggyógyítani nem fogjuk, de tünetmentessé, valamint élhetőbb életet tudunk biztosítani a hozzánk látogatóknak mindenképp. Ismét gyümölcsöt is használunk a szépítéshez. Miért, mit fog ez eredményezni, és milyen bőrtípusra ajánljuk?
Egy olyan pakolást választottam, amit minden bőrtípusra alkalmazhatunk. Egy gyümölcssavas hámoldó pakolásról van szó. Különféle gyümölcsöket választottam hozzá, az őszi baracnak a levét használjuk majd, illetve a citromnak a levét, és mindezt egy kefír alapba helyezzük. Mire jó a kefír? Miért kell a kefír alap? A tejtermékeket azért szeretem használni ilyen natur pakolásoknál, mert a tejsav tartalma, illetve a zsírtartalma és egyéb ásványi anyag tartalma is nagyon jó regenerálóak a bőrre. A gyümölcsnek milyen hasznát vesszük most? Most elsődlegesen a sav tartalmát fogjuk kihasználni, hogy egy kicsit megoldja a hámréteget, illetve amit még szeretünk a gyümölcssavaknál, hogy egyenletesebbé teszi a bőrtónust, a bőrszint, a halványabb pigmentált foltokat még halványítja, még intenzívebben halványítja, ezáltal egységesíti a bőrszint. Táplálás szempontjából ez megfelelő, vagy külön kell majd táplálókrémet is használni a pakolás után? Pakolások után mindig használunk zárókrémet, de alapvetően, amikor összeállítjuk a pakolást, attól függően, hogy milyen zsír és víztartalma van a saját bőrünknek, annak függvényében változtatjuk az alapösszetevőt, a tejterméket, jelen esetben kefir. Minél zsírosabb a bőrünk, annál kevésbé magas zsírtartalmú összetevőt érdemes választanunk. Tehát, hogyha zsíros bőrünk van, akkor kefir joghurt, hogyha szárazabb bőrünk van, akkor pedig érdemes inkább a tejföl irányában az alapot változtatni. Hogyan fog zajlani a mai kezelés? Letisztítjuk a bőrt, tonizáljuk, azt követően radírozzuk, majd ezt követően egy citromleves áttörlés következik, és jön a pakolás, amit egy 20 percig hagyunk fent a bőrön, a szemeket pedig közben zöld tásborogatással nyugtatjuk. Mit fog ez a zöld tea tenni a szemmel? A zöld teának magas az antioxidáns tartalma, magas a vitamin tartalma, és mivel egy kicsit hűvösebb rá kihűtöttem a teát, így ezáltal nyugtatni fogja és regenerálni a szemérzékeny bőrét. Mennyi ideig kell használni ezt a pakolást? 20 percig hagyjuk fent, azt követően bővészsel lemossuk, majd az ápolókrémünkkel zárjuk a kezelést. Van-e, akinek nem ajánlott? Ha bármilyen összetevővel kapcsolatosan allergiánk lenne, akkor természetesen azt az összetevőt kicserélve alkalmazhatjuk a pakolást. Érzékeny rozáciás bőrűek azért a savas kezeléseket inkább kerüljék. Amit érdemes még tudni ezekről a natur pakolásokról, hogy friss összetevőkből, frissen elkészítve, azonnal felhasználva, hogyha netántán megmaradna a pakolásunk, az pedig természetesen már nem használható a továbbiakban, tehát csak egyszeri alkalomra frissen használjuk őket. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, minden jót, viszontlátásra!